Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános jóslás. Ennél a kivetésnél a szerencséről van szó. Hogy melyik életterületen lesz szerencsét? Hol lesz egy szerencsés fordulat? Vagy mit tudsz annak érdekében tenni, hogy szerencséd legyen? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a szerencse jóslást, akkor az személyes. A díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol szintén megnézzük, melyik életterületen van szerencséd, vagy mikor következik ez be. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt az első lapok arra utalnak, hogyha van egy örökösödési ügy, akkor kiderül az igazság. És ez a medve jelenthet egy ügyvédet, vagy egy bírót, aki segíteni tud neked. Persze nem biztos, hogy örökösödési ügyről van szó, az is lehet, hogy lezársz bizonyos témákat, vagy bizonyos kapcsolatokat, amire a koporsó utal, megjelensz a nyilvánosságon, megvan az életerőd, mások észrevesznek téged, és ez a medve jelentheti a belső erőt is, hogy hiszel magadban. Amit a képek még jelenthetnek, hogy a nyilvánosságon összefutsz valakivel, akit rég nem láttál, tehát egy régi kapcsolat, ez lehet egy véletlen találkozás is, és a medve jelenti az erőt, hogy te segíted őt, vagy ő ad erőt számodra. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a szív jelent olyan dolgokat, amit kedvelsz. Ez megvalósítható, és itt a hajó jelenti a reményt hozzá. A szív az utalhat a szerelemre is, és itt a remény, vagy egy utazás, esetleg egy külföldi kapcsolat. Amit a horgony jelent, hogy meg lesz a biztonság érzete, ahol le tudtok horgonyozni, sőt, az erőt ad számotokra. A hajó az lehet utazás vagy külföldi kapcsolat is. A múltban voltak viták, nézeteltérések, ami megnehezítette ezt a kapcsolatot, de ez elmúlik, hiszen a kulccsal ezt le tudod zárni. A kulccsal kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek, és itt lesz egy hír, egy levél, vagy lesznek szerződések. A horgony az jelenti a biztonság érzetét, de jelentheti a munkát, a hivatást is, és ha változtatni akarsz a munkahelyen, akkor itt látható a szerződés, és a medve lehet a főnököd, ahol le tudsz zárni bizonyos dolgokat, és kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség. Ez a nyilvánosság, a szeretet, a szerelem, a munka, a hivatás, az utazás, és bizonyos szerződések. És ez volt a jóslás, ami a szerencsét illeti, hol lesz szerencsés fordulat. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és kívánok egy szerencsés napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!